When you came in looking like that, oh, I knew it right then, right there. Baby, I'ma take you home. Saw you at the corner of my eye. Why don't you just blow my mind if I could just get you alone? Talking like you are, I see through the smile. Why don't we go out and paint the town? I know that you wild, you just in denial. Why don't you just let me take you nem igazán tudtunk volna venni egy vadonatúj autót. Ugye alapvetően nekünk le kellett zárni a tavalyi évet, a biztosítónak ki kellett fizetni a mi autónkat, ott voltunk, hogy na most akkor merre megyünk tovább. Abban a pillanatban, amikor megkérdeztük az M-sportot, hogy mikorra tudnánk autót kapni, akkor május végét mondták, ugye ahhoz, hogy mi elkezdjünk egy komplett bajnokságot egy autóval, arra nem lett volna lehetőségünk forda. Volt egy opciónk egy külföldi csapattól egy vadonatúj autót üzemeltetni. Én azt gondolom, hogy a szerződés aláírás előtt egy-két nappal változott meg a programnak az iránya, úgyhogy az nem jött össze. Jött ez az autó, jött ez a lehetőség, úgyhogy mindent egybegyúrva tettük laboksunkat emellett a márka mellett erre az évre. De ez nem az jelenti, hogy teljesen elszakadtunk a Fordtól, hiszen a csapat továbbra is egy Ford erőtös Fiestát fog üzemeltetni. Több versenyzőnk is lesz idén. Én azt gondolom, hogy 3-4 különböző versenyző legyen, 6 és 10 közötti versenyszámot fog az autó teljesíteni. Úgyhogy a mindennapi életünk, meg az emóciónk egy része azért ott marad a Fordnál. Úgyhogy ja, ez egy elég érdekes, komplex év lesz. Az idei évben szerintem erről a kocsiról fog szólni. Ez nem jelenti azt, ugye soha nem mond, hogy soha, az is lehet, hogy kisebb versenyeken elmegyünk a Forddal, de azt gondolom, hogy mi azért is döntöttünk a Corda Racing mellett és a Polo mellett, mert azt gondoljuk, hogy mind a csapat elszántsága, mind az autó lehetőségei azok kicsit talán növelik az esélyünket arra, hogy bajnokságot nyerjünk. Én úgy látom, hogy most elég jól összekezd állni a szezonunk. Az érzéseim szerint a csapat is megpróbál megtenni mindent, mi is megteszünk mindent, és vannak olyan új támogatóink, akik további bizalmat szavaztak nekünk, úgyhogy nekünk azt gondolom, hogy most csak arra kell koncentrálni, hogy a lehető leggyorsabbak tudjunk lenni. Nem, mintha eddig nem erre koncentráltunk volna, tehát próbáltunk így is mindig a maximum menni, de talán most eltűnnek azok a végsebességbeli, vagy a talán erőbeli hátrányok, amik a nagyvetétársakkal szemben eddig voltak. Amennyire kiélezett a magyar bajnokságot, minden tizet számít kilométerenként, úgyhogy mi magunk is sokat tettünk azért, hogy gyorsabbak legyünk, illetve én nagyon remélem, hogy a technika az egy picit a mi oldalunkon fog most állni. Ez az autó, én azt gondolom, hogy van olyan fejlett, hogy fel tudjuk venni a többiekkel, vagy talán én abban reménykedem, hogy azt kell bebizonyítanunk, hogy a többieknek kell jobban felvenni a versenyt majd velünk. A hétvégén fogunk először tesztelni. Igazából egy hosszabb teszttel szeretnénk készülni az Eger Rallyra. Most fogunk menni meg a verseny előtti hivatalos teszten kedden. Meglátjuk, hogy most milyen idő lesz. Most jelen pillanatban esőt mondanak, de ez nem gondolom, hogy ez még a végleges állapot, úgyhogy nagyon gyorsan változnak a lehetőségek. De az sem lenne baj, hogyha esőbe tudnánk kipróbálni a kocsit, mert alapvetően az autó mozgását szeretném megszokni, megtanulni. Itt a műhely előtt mentem bele, azt hiszem 4 vagy 5 szőt az egyenesbe, tehát hogyha mondhatjuk azt, hogy egy 800 métert mentem az autóval, nagyjából, hogyha most őszintén megkérdezek, akkor azt mondom, hogy nem, mert hogy ez semmi. Azt próbáltuk ki, hogy ülök benne, hogy férek el benne, mi az az ülés pozíció, amivel készülni kell itt a fiúknak, de úgy érzem, hogy elég gyorsan megtaláltuk azt az alapösszhangot, amivel el tudunk menni tesztelni. Minden típusváltásnál szerintem megkapod ezt az úgynevezett owner's manual, tehát ez egy ilyen kezelési kézikönyv, majd nincs ebben olyan nagy turpisság, tehát ezek nem olyanok, mint mondjuk egy Ford Focus VRC, hogy a rajtó kezdve minden teljesen máshogy kell értelmezni, meg tanulni. Kicsit a kezelőszervek egyébként a Hyundaihoz hasonlítanak, tehát ugyanolyan kvázi a kormány egy betétes, és ott vannak kapcsoló szervek, amiket
amiket például egy rajt programnál, meg az etapokon ugye használnunk kell. Tehát ez nem idegen, természetesen elolvastam mindent, próbáltam egy kicsit így akár az autóba beülve is megjegyezni, hogy mi hol van. Én azt gondolom, hogy alapvetően ezzel nem hiszem, hogy probléma lesz. Vannak olyan helyzetek, például a Skodánál is volt, hogy nagyon gyorsan kellett mondjuk lámpát kapcsolni, vagy ablaktörlőt, vagy valamit, vagy a Hyundai-nál, ugye minden onnan működik, akkor nem egy olyan automatizmus ez, mint a Fordnál, hogy becsukott szemmel oda nyúltam és tudtam. Ez majd biztos, hogy el fog telni egy kis idő, de gyakorolunk szorgalmasan. Ugye a navigátorokról keveset szoktunk beszélni. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ez az autó itt van, és ez összeáll, ez a projekt, a barátság mellett Lacinak nagyon sok minden köszönhető. Én azt gondolom, hogy ezzel a pár év alatt, amióta együtt versenyzünk, nagyon komoly barátság is köt össze minket, úgyhogy én alapvetően nagyon köszönöm neki ezt az egészet, úgyhogy nagyon remélem, hogy ne csak hogy a jövőben azok közé, a versenyzők közé tudjunk együtt bekerülni, ahol neki nem csak egy abszolút magyar futamgyőzelme lesz, illetve most már a második ugye megvan, hiszen az ERC-n megnyertük a magyar értékelést is, úgyhogy remélem, hogy ezt a számot neki tudjuk növelni. Mit üzennél a szurkolóknak az idei év előtt? Jöjjenek a versenyekre, legyenek ott, támogassanak minket, szeressenek ugyanúgy minket, ahogy eddig, mi meg megteszünk mindent, hogy büszkék legyenek ránk, úgyhogy nekünk ez a legfontosabb. I'm engaging your core. I am ready for battle, and I'm ready for war. So I come for the target. I'm engaging your core. Engage your core, and I'm about to kill it. Gotta be the kid, I gotta be the villain. I be underrated, now I gotta do it. I'm a warrior, I'm coming with the truth. So shit, yeah, that's how we march. Back in the game, and I kill it with the bars. Everybody really wanna get a piece now, but I will tear y'all apart. 'Cause I am the warrior, and you better know it. I am the samurai. And I'm taking it over. Yeah, I am the warrior. You better know it. Yeah, I am the samurai. And I'm taking it over.